Ezek a felvételek még az előző télen készültek, a jégkorongozóink március elejéig játszhattak a szigeti műjégpályán. Ezt követően komoly feladatot jelentett a Balú Ese vezetése számára, hogy a holt időszakban együtt tartsák a csapatokat, de úgy tűnik, ezt is sikerült megoldani. A Kölcsey utcában található műanyagpályán koris edzéseket is tudtak végezni, valamint a nyáron már kettő edzőtáborban is dolgoztak a csapatok. Ez az első év, amikor azért el tudjuk azt mondani, hogy végre itt az augusztusi hónapot azt hál' Istennek meg tudtuk úgy szervezni, hogy két táborban is részt vehettek a gyerekeink. Volt egy teljesen száraz tábor, ahol gyakorlatilag nem voltunk a jég közelében, de a gyerekek nagyon jól érezték magukat, és mindenféle sportággal gyakorlatilag színesítettük nekik az életüket. A augusztus végén pedig Dunajvárosban egy úgynevezett erőtérprogramnak a keretein belül Pécssel és Szekszárddal, mint három kisebb egyesület használtuk ki igazából a Dunajváros adta lehetőséget, és ott egy hetes edzőtábort tölthettünk el gyakorlatilag együtt. Az elmúlt években fokozatosan nőtt az utánpótlás létszáma az egyesületnél, több korosztályt is az országos bajnokságban tudtak versenyeztetni. A további előrelépés érdekében a napokban újabb toborzót indítottak a jégkorongosok. Elsősorban az óvodás középsős és nagycsoportos gyerekeket, de az első-második osztályosokat is nagyon szívesen látjuk. Ez a legideálisabb kor abban, hogy ezt a jégkorongot és ezt az összetett mozgásformációt elsajátítsák a gyerekeink. De én úgy gondolom, hogy mi még mindig ott vagyunk, hogy mivel hogy kis egyesületnek számítunk országos szinten, ezért én várom akár a nagyobbak érdeklődését is, és nem fogunk elutasítani senkit ezzel kapcsolatban. Az elmúlt években meglévő pályával az alsóbb korosztályokat tudják maradéktalanul kiszolgálni, a nagyobbaknál már gondot jelent a megfelelő edzésmunka és az ehhez szükséges infrastruktúra megteremtése. Az egyesületnél továbbra sem tettek le egy nagyméretű pálya megépítéséről, a vezetők a háttérben gőzerővel dolgoznak ennek megvalósításán.